Láthatjuk, hogy az emberek nem túl jó házakban élnek, de közben a turizmus egyre csak erősödik. Egy kérdés, amellyel Európa évek óta küzd, mennyi turista számít túl soknak? Igazságtalan azt mondani, hogy az ingatlan piac minden problémája az Airbnb-hez, a rövidtávú kiadáshoz köthető. Az ilyen vállalkozások azért indulnak, mert sok ember jön ide. Köszönti Önöket Portóból Andrea Bolito a Business Planetben. Az ide látogatóknak jelentős szerepük van a helyi gazdaságban, de vékony a határvonal a fenntartható és a túlzott turizmus között, amikor már a helyiek kiszorulnak. Áprilisban több tízezren tüntettek Portugáliában, mert dühösek voltak a lakhatási válság miatt, amelyet a külföldi ingatlan befektetések, az alacsony bérek, a megfizethető új lakások hiánya, valamint a lakásállományt felemésztő rövidtávú bérbeadás súlyosbítottak. A lakhatást ma a nevű lakásszövetség sok rémes történetről hallott Portóban. Naponta hallunk olyan esetekről, amikor az emberek túl zsúfoltan élnek, akár 12-15 ember egy kis lakásban. A hideg, a páratartalom, a gombásodás komoly problémát jelent. Helena szerint az üres állami bérlakások komoly problémát jelentenek, csak úgy, mint a városrészek gentrifikációja, mivel lassan több rövidtávú bérlemény van, mint otthon. A város lassan csak olyanok lakják, akik meg tudják fizetni a magasabb adókat. Turisták, digitális nomádok vagy olyan emberek, akik itt akarnak vállalkozni. Miután egyre több digitális nomád jelent meg Portugáliában, az állam számukra külön vízumot kínált. Lakhatási aktivisták szerint ezek a lépések csak súlyosbítják a válságot. Máshogy látják ezt azok a cégek, amelyek rövid és hosszabb távú bérlésre adnak ki szálláshelyeket és közösségi irodákat biztosítanak. A helyi közösség részévé váltak. Ugyanazokba a boltokba, éttermekbe, szupermarketekbe járnak. Hozzájárulnak a helyi gazdasághoz. De nem emésztik fel a helyi lakásállományt? Éppen ellenkezőleg, mert az ilyen típusú megoldások lehetővé teszik, hogy ezek a digitális nomádok ne gyakoroljanak nyomást a lakáspiacra. Porto városa Portugáliában elsőként olyan szabályokat vezetett be, amelyek lehetővé teszik a rövidtávú bérleti engedélyek befagyasztását. A városnak két része van, a fenntartható terület, ahol lehetőség van új regisztrációra, és az úgynevezett korlátozott területek. Alapvetően olyan területek, ahol ha nagy a nyomás, akkor az illető nem jogosult új engedélyre. Az idegenforgalom fenntarthatóságának biztosítása nem csak portugál probléma, hanem egész Európát érinti. Az Európai Bizottság új szabályokat javasolt a rövidtávú bérbeadás adatainak gyűjtésére és megosztására, hogy többet tudjon arról, ki, hol és mennyi ideig száll meg az egységes piacon belül. A házigazdák és ingatlanok ugyanazokat az online regisztrációs eljárásokat követik majd, és egyedi azonosító számuk lesz, ezzel harmonizálva az adatokat és segítve a küzdelmet az illegális rövidtávú bérbeadás ellen. Ez az új európai rendelet számunkra nagyon fontos, mert az egyik legfontosabb dolgot adja meg, az információt. A rövidtávú bérbeadás kezelésével kapcsolatos problémáink nagy része abból adódik, hogy ezek a platformok elrejtik az információkat. Ezért nekünk nagyon fontos ez a versenyfeltétel, amely kimondja, hogy ami offline legális, annak online is legálisnak kell lennie, és ami offline illegális, annak online is illegálisnak kell lennie. A turizmus azonban nagy szerepet játszik Portó gazdaságában. Ez nem csak a szállásra költött pénzt jelenti, hanem a helyi vállalkozásoknál elköltött pénzt is. Például ebben a műhelyben, ahol a turisták megtanulnak hagyományos portugál ételeket főzni. A főzés és az étkezés nagyon fontos része a portugál kultúrának. Azért kezdtük a vállalkozásunkat, hogy megpróbáljuk népszerűsíteni a helyeket itt a belvárosban. Porto belvárosa ugyanis eléggé elhagyatott volt, az elmúlt 10-15 évben azonban valami megmozdult, és ez életre keltette Porto belvárosát. Brüsszel reméli, hogy a rövidtávú bérlésre vonatkozó új szabályok hozzájárulnak majd a fenntartható turizmus sikeréhez Portóban és Európa többi részén. Viszlát legközelebb a Business Planetben.